A tavasz beköszöntével előkerültek a garázsokból és a tárolókból a kerékpárok. A balesetek elkerülése érdekében fontos a biciklik műszaki felkészítése, valamint a közlekedési szabályok betartása is. A gumikat, a féket és a váltót is minden esetben rendben kell tartani a biztonságos közlekedéshez. A szakértő szerint azonban több dologra is figyelni kell a balesetek elkerüléséhez. Nyilvánvalóan kettő dologra, az egyik az, hogy a kerékpár legyen felkészülve arra, hogy azzal közúti forgalomban részt vegyenek, a másik pedig maga a kerékpárt hajtó személy legyen felkészülve arra, hogy ő közlekedőként vesz részt a mindennapi életben, tehát szabályokat kell betartania. A kerékpárok esetében nyilvánvalóan kötelező felszerelések megléte, ami igazándiból részünkről fontos, nagyon fontos a láthatóság, tehát maga a prizmák, a világító berendezések, ami még nagyon fontos az, hogy bár lehet, hogy nappal fogunk elindulni, semmi garancia nincs arra, hogy nem változnak meg az időjárási körülmények, tehát mondjuk jön egy borulat, egy esős idő, és szükségessé válik a lámpa, tehát ha nincs is felszerelve a kerékpárra, de javaslom, hogy mindenkinél legyen ott. Ugyanígy a láthatósági mellény, ami ugye csak korlátozott látási viszonyok között lakóterületen kívül kötelező, de hogyha ott van, akkor abból baj nincsen, hiszen adódhat olyan helyzet, ránk sötétedik, tovább maradunk, és ha nincs velünk elinduláskor, akkor később ezt nagyon nehéz pótolni. Melyek azok a legfőbb balesetveszélyes helyzetek, illetve a legtöbb szabálytalanság, ami a városon belül, illetve a kívüli közlekedésben előfordul? A városon belüli közlekedésnél általában a gyalogátkelő helyen kerékpározva történő áthajtás, amikor nincsen kerékpáros átvezetési pont, ez egy nagyon balesetveszélyes helyzet. Kérek mindenkit, hogy ahol le kell szállni a kerékpárról, ott szálljanak le a kerékpárról és tolják a kerékpárt. Nyilván ahol át lehet menni a kerékpáron hajtva, ott viszont ő is fokozott figyelemmel tegye ezt, hiszen a gépjárművezetője, bár remélhetőleg figyel rá, lehet éppen takarásban, tehát győződjön meg arról, hogy megkapja az elsőbségét. Lakóterületen kívül nyilván a láthatóság, ami egy nagyon fontos dolog, legyen látható a kerékpáros, hiszen akkor tudja a gépjárművezetője kikerülni. Ami még nagyon fontos, mind lakóterületen kívül, az, hogy a kanyarodási szabályokat tartsuk be, és itt elsősorban a balra nagy évben kanyarodásra gondolok, ha kell, akkor szálljunk le jobb oldalt a kerékpárról, és toljuk át a kerékpárt, mert nagyon sok baleset történik a kanyarodási szabályok megsértéséből. Nyilvánvalóan, hogyha a kerékpáros kerékpárutat talál, akkor azon célszerű, sőt sok esetben kötelező közlekedni, hiszen ezekben az esetekben általában sajnos nem mindenhol a kerékpárra behajtani tilos tábla is ki van téve az úttestre, tehát a gépjármű forgalom számára szolgáló úton a kerékpárral közlekedni tilos, ebben az esetben a kerékpárutat kell igénybe venni. Hogyha ez nincs, akkor az útpatkán, leállósávon, kerékpársávon kell közlekednie a kerékpárosnak, és a legvégső esetben közlekedhet az úttesten, a jármű forgalom számára szolgáló úttesten. Ez tényleg egy utolsó esély, hiszen a legkevésbé biztonságos helyszín ez. Illetve még egy fontos dolgot szeretnék elmondani a 12 éven aluli gyerekek számára, azt, hogy ők semmilyen úton, módon, főútvonalon nem közlekedhetnek kerékpárral, tolhatják a kerékpárt, de kerékpárt hajtani akkor sem, hogyha a szülővel van. Tehát a 12 év alatti gyereknek főútvonalon közlekedni a kerékpárral tilos. Az alezredes elmondta, a jogszabály megengedőbb az alkoholfogyasztással kapcsolatban, de a rendőr eljár azokkal a kerékpárosokkal szemben, akiken látszik az ittasság. Beszélgető partnerem Vinnai Zsolt, a Vinni Bike Kerékpáros Sportegyesület elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm. Nagyon nagy kérdés itt a közlekedés frontján, hogy hogyan lehet a kerékpárosokat és az autósokat, illetve a gyalogosokat egy kicsit jobban összesimítani, mert itt azért nagyon sok feszültség ki tud alakulni a közlekedésben. És ugye a nyári szezonban egyre több a közlekedés szereplő, akik hát nem egyformán gondolkodnak. Odafigyelésre is azt meg lehetne mindent oldani, de hogy akkor a műsorokat nem tudnánk kitölteni. Tehát egy sokkal magasabb szintű egymásra való figyelés autós, kerékpáros, gyalogos részéről mindezt megoldaná, de nyilván ez nem ilyen egyszerű. Ha az emberek sokkal többet sportolnának, legyen az főleg kerékpározás, akkor nyugodtabbak lenne, nem lenne ennyi feszültség, és akkor már ezzel kicsit javítana a helyzeten. Kerékpáros, gyalogos és autós között van, a kerékpárút sok esetben gyalogos út is félig megosztva, a gyalogos nem látja hátulra jövő kerékpárost, az autós a főúton, ahol nincs kerékpárút, az a kerékpárost nem nagyon szereti. Ez egy ilyen ördögi kör egy kicsit, úgyhogy mindenféleképpen egyik legfontosabb, hogy a kultúránk részévé váljon a kerékpározást. Magyarországon egyik fő probléma,
egy nyugati országhoz hasonlítva, hogy nem a kultúránk része a kerékpározás. A gyerek nem abban nő föl, hogy a kerékpáros ez egy általános dolog. Hogyan lehet ebből kitörni, hiszen nyilvánvalóan cél, hogy a kerékpározás terjedjen, egyrészt egészséges, másrészt a környezetet sem terheljük annyira, mint a gépjárművel való közlekedéssel. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy a kerékpározás azért nem egy veszélytelen dolog, különösen nagyvárosokban, ráadásul nagyvárosokban azért a kipufogógázt is szívják rendesen. Szóval, hogy hogyan lehet ebből az ellentmondásos helyzetből valahogy mégis kilépni? Mert én azt a szülőt is megértem, aki félti a gyerekét és nem engedi kerékpározni, mondta, hogy hallottuk, 12 éven aluljak nem is mehetnek kerékpárral, de valahol el kell kezdeni a gyereknek is. Sokkal-sokkal többen kerékpároznának, akkor lenne egy ilyen idézőles nyomás is az autósok felé, valamint amit nagyon fontos, szerintem az egyik nagyon jó lenne, hogy az általános iskolában, alsó, felső, akár még középiskolában is legyen egy oktatásszerű valami, a kresszről és a kerékpározásról. Nyilván ez ilyen szakember végezzen, ezt nem várhatjuk el az is a iskolai pedagógustól, még testnevelő tanártól sem, mert ő nem ezt tanulta. Ez nagyon sokat jelentene. A KRESZ oktatás során, amikor szerzi az ember a jogosítványt, akkor is hangsúlyt fektetnék a kerékpárosokra. Tehát nagyon sok autós nem rendszeresen vagy nem kerékpározik, és azért nem tudja, milyen az, amikor egy kerékpáros mellett elmegy egy autó. A szülő nem mer kiengedni, az autó, a szülő meg ugye autóba is ül, tehát megint egy ördögi kör, hogy kire figyeljen jobban. De mindig azt mondom, hogy sokkal nagyobb odafigyeléssel ez akármilyen kis balesetet hip-hop meg lehetne kerülni. Ezt gondolom, hogy ott kellene kezdeni, hogy a kerékpáros egy kicsit az autós fejével gondolkozzon, akkor, amikor kerékpárra ül, és az autós pedig egy kicsit a kerékpáros fejével gondolkozzon, akkor, amikor autót vezet. Mi az, amit a kerékpárosnak meg kell tennie ahhoz, hogy biztonságosabban tudjon kerékpározni? Igen, fejben dől le sok minden. Sokat autózok is, meg bringázok is, és akár, hogy közeledek a kerékpárút felé, kereszteződésben, nekem mindig a fejemben van, hogy jöhet kerékpáros. Legyen ez egy vasárnap délután, ahol sokkal kevesebben közlekednek, legyen ez akármikor, de nekem a fejemben van. Tehát ez az autósnak is, ez sok tapasztalat sokszor, hogy kereszt utcába kerékpározunk a bicikli úton, és az autós nem azért nem áll meg, mert nem akar, vagy el akar ütni, mert nincs ilyen szándéka, csak nincs a tudatában az, hogy kerékpáros is közlekedhet. De a kerékpárosnak meg oda kellene figyelni arra, hogy ne hozza váratlan helyzetbe az autóst. Tehát egy túl nagy sebességgel, még ha neki is van elsőbsége, nem biztos, hogy a kerékpáros, vagy az autós számít arra, hogy 30-al egy kerékpáros ott elé fog vágni. A gyalogosra számít elsőként, de ha kerékpárút is van, akkor nyilván egy kerékpáros is oda vetődhet elé. Nyilván egy városon belül, nagyvároson, kisvároson belül nem kell száguldozni kerékpárosnak sem. Tehát látom én is, nem bántam én se az autósra a kerékpáros, mind a kettő hibázik. Kerékpárosok sok esetben nem, ők sem néznek oldalra nagyon sokszor. Az egyesületük, a Winnibike Kerékpáros Sportegyesület dolgozik-e azon, hogy ez a kerékpáros kultúra egy kicsit fejlődjön itt a mi térségünkben? Alapvetően egy sportegyesület vagyunk, tehát mi tagjaink szinte csak sportolnak, és edzenek, és versenyekre járnak. Az a tevékenység, kerékpáros programokat szervezünk, kerékpáros versenyeket, itt a városban, városon kívül, kisebbeket, nagyobbakat, ez már egy kicsit közelebb viszi, még ez nem szó szerint konkrétan irányul a kerékpáros kresszre, de azért mégiscsak az Ötkerék Alapítvánnyal rendszeresen együttműködve, nekik van egy nagyon jó kis kresszpályájuk, felállítjuk sokszor, és iskolákba is elhívnak minket, de még ez mindig nagyon kevés, több mint a nulla, de mindig nagyon kevés, hogy a gyerek, aki felnő, és nem kapja meg az iskolától sem, és a szülőtől sem azt a minimális kis tudást, hogy ezt valahol a gyereknek el kell sajátítani, az fontos. De valahol itt kezdődik az, amiről beszéltünk, hogy az autós megtanuljon kerékpáros fejjel gondolkodni, hiszen ha ő maga is kerékpározik, vagy a gyereke elkezd kerékpározni, akkor lehet, hogy jobban oda fog figyelni. Biztos, bringázni kell sokat mind a két félnek, és akkor közelednek az álláspontok. Vinnai Zsolt, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm. A stúdióba.
Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb szerdán jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!